kedves diákok! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit az 1956-os forradalom és szabadságharc 59. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi megemlékezésénél. Elsőként kérem fogadják szeretettel dr. Mélyes Mihály polgármester úr ünnepi beszédét. Tisztelettel, szeretettel és nagy örömmel köszöntök mindenkit az 1956-os októberi forradalom 59. évforduló alkalmából rendezett közös megemlékezésünket. Köszöntöm képviselőtestületünk jelenlévő tagjait, köszöntöm Hajdú Hajnalka intézményvezetőt, Pánné Bodolai Marian intézményvezetőt, köszöntöm kedves tantestületet, és nem utolsó sorban benneteket, kedves gyerekek. Mert ez a megemlékezés legfőképpen titeket kell, hogy megérintsen. Márai Sándor szavaival kezdve, mely így szól, 56-ban meghasadt az ég, tehát ebben az allegóriában a költő lefesti azt, hogy fiataljaink szabadságukért mire voltak képesek. Nemet mondtak az elnyomó zsarnokságra, és nem csak nemet mondtak, hanem azt is tudták, mit kell tenniük. Sok esetben beszélünk arról, hogy megemlékezés, ünnep, nemzeti ünnep. A megemlékezés az valamely közös megemlékezést takar, és a nemzeti ünnep az pedig már egy magasztosabb fogalom, hiszen Magyarországon három nemzeti ünnepünk van, és ha végigmegyünk az évben, ez a harmadik az év során. Illetve az augusztus 20, mely már nem nemzeti ünnep, hanem állami ünnep meg van kikiáltva. Fontos a mi életünk szempontjából 1956, azért, mert tanít bennünket. Tanít bennünket és tanít benneteket. Bár én azt szeretném, hogyha majd ti elértek a történelem tankönyvben, illetve majd a digitális táblák, illetve a laptopok hasábjain 1956-hoz, akkor ez ne egy nehéz tananyagként kerüljön elétek, hanem úgy, mint a velünk élő történelem egy darabja. Sokszor párhuzamot szoktunk vonni 1848. március 15, illetve 1956. októberek között. És kiemelünk egy-egy napot, de itt nem csak egy-egy napról van szó, hiszen hosszú folyamat eredménye az, ahol ma tartunk. 1848-ban Kelet-Közép-Európa kis népe, Magyarország megpróbálta kivívni szabadságát, és az egész világra eltekintett. Ugye ez történelmi tényként tudjuk, hogy ez nem egészen, illetve nem sikerült, hiszen hogyha sikerült volna, akkor 1956-nak már nem lett volna jelentősége, de volt jelentősége. Volt jelentősége azért, mert párhuzamot vonhatunk 48 és 56 között, hiszen a szabadságunkért harcoltak a fiatalok. Azok a fiatalok, akik talán csak pár évvel idősebbek voltak, mint ti. Párhuzamot vonhatunk olyan szempontból, hogy 1848-ban volt egy 12 pontunk. Sokszor nem beszélünk arról, hogy 56-ban pedig volt egy 16 pont, amely egyesek szerint 10, 12, illetve 17 pontnak tekinthető. De volt e között a kettő alapdokumentum között 5 pont, amely majdnem teljes mértékben megegyezett. És sajnos párhuzamot vonhatunk abban a tekintetben, hogy nem sikerült kivívni egyik alkalommal sem teljesen szabadságunkat. Hiszen 1956-ot követően még több mint 30 évet kellett várni arra, hogy kikiáltsuk a harmadik magyar köztársaságot. Ugye amelyet 1918-ban és 46-ban már megtettünk, de azokból tanács, illetve népköztársaság született csak győzelemben. Tanít bennünket 56 arra, hogy saját harcunkat nap mint nap meg kell vívnunk, de ezt ne úgy vegyétek, mint a háborúba mennétek. Mindenkinek megvan a saját feladata, mindenkinek, kinek a munkahelyen, kinek a családban, kinek az iskolában. Igyekezzetek legjobb tudásatok szerint helytállni, ezzel tudjátok szolgálni önmagatokat, ezzel tudtok büszkeséget szerezni családotoknak, szűkebb, illetve tágabb környezetünknek, és ezzel tudjuk előre mozdítani magyar. Köszönöm szépen! Köszönöm
műsor következik, a Sajószegeri Kölcsein Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8. osztályos tanulóinak előadásában. Felkészítő tanár Pető Akérnél. Kérem, fogadják szeretettel a Kölcsein diákokat. A mindennapi életre. Üldözték a vallást, Isten helyett a pártvezetőit kellett éltetni. Megváltoztatták a magyar címert, elvették nemzeti ünnepünket március 15-ét. Felszámolták a magántulajdon, bevezették a telgazdálkodást. Azt hiszed, hogy mindig védasság a módja, azt hiszed, hogy hallgatunk a hazug szóra. Azt hiszed, hogy mindig mindent megbocsátunk, azt hiszed, hogy megtagadjuk minden árnyunk, minden árnyunk. Virágok közt veled nem nincs, tudom szép volna kedvesem, virág sincsen, te sem vagy már. Miért hagytuk, hogy így legyen? Virágok közt veled lenni, tudom szép volna kedvesem. Virág sincsen, te sem vagy már, nem ad választ, ha senki sem. Rádió Budapest, 10 óra, híreket mondom. A Magyar Dolgozók Pártja központi vezetőségének küldöttsége Jugoszlávia útjáról ma reggel visszaérkezett Budapestre. Tegnap több budapesti egyetemen diáknagygyűlést tartottak. Az egyetemi diákszervezetek hosszas, élénk vitát követően pontokba foglalva fogalmazták meg közvetlen követeléseiket a kormányra. A Budapesti Műszaki Egyetemen megfogalmazott követelése 15. pontja szellemében ma délután a budapesti fiatalság
néma rokon szemtüntetést rendez a Lengyel Népköztársaság követsége elé. A tüntetés célja, hogy kinyilvánítsák mélységes rokon szemüket, egyetértésüket a lengyel függetlenségi mozgalommal kapcsolatosan. A Kossuth Rádió Budapest 17 óra 53 perc. Rendkívüli jelentés. A Belügyminisztérium közleménye. A közlem zavartalan biztosítása érdekében a Belügyminisztérium nyilvános utcagyűléseket, felvonásokat további intézkedésig nem engedélyez. Piras László belügyminiszter. Láttam, ha áramlás szélünket bekutja. Akadozva
számít az ének, de már miénk a Pesti utca. Nincs más teendő, ez marad. Csak ez marad már menedék. Valami szálló ragyogás kér, valami szent halogás észre. Zászlóink körüljönk a csatnak, kiborulnak a széles útra. Sejem színeink hidagadnak, és még miénk a Pesti utca. Kossuth Rádió, Budapest, 22 óra. Híreket mondok. A budapesti fiatalok ma délután a parlament elé vonultak. Az esti órákban Nagy Imre elvtárs szólt a fiatalokkal. Nagy Imre elvtárs jelenleg tárgyal az ifjúsági küldettekkel. Kedves hallgatók! Közleményt olvasunk fel. Fasiszta, reakciós elemek fegyveres támadást intéztek középületeink ellen, és megtámadták karhatalmi alakulatainkat. A rend helyreállítása érdekében további intézkedési tilos minden gyülekezés, csoportosulás, felvonulás. A karhatalmi szervek utasítást kaptak arra, hogy a rendelet megszegőivel szemben a törvény teljes szigorával lépjenek fel. A Magyar Népköztársaság Minisztertanács. A rend és nyugalom helyreállítása érdekében felkérjük Budapest lakosságát, hogy rádiókészülékeiket helyezze el a nyitott ablakokban. Fontos közleményt olvasunk el. Rövidesen közvetítjük Nagy Imre elvtársnak a miniszteri tanács elnökének rádiójelentését. Magyarok, dolgozók, elvtársak, barátaim, felelősségteljes percekben szólok hozzátok. A legelső és mindenek felett álló feladat most, hogy a helyzetet sürgősen konszolidáljuk. Utána minden kérdésben szót értünk, hiszen egyet akar a kormány és a magyar nép többsége. Meg kell akadályozni közös erővel a vérontást. Barátaim, magyarok, álljatok a kormány mögé, bízzatok abban, hogy a múlt hibáit tanulva megtaláljuk a helyes utat hazánk felvirágoztatására. Csináltak mások. Ám hiába volt a feldabalság, jött a robosztus fiatalság, jött úgy, mint kegyetlen bosszus vad förgetek, s az életkolosszus a porba dölt. Mely évekig ránk kockákon állván döjfösködött, ledölt a nagy sztálini bálvány. Üdv a bálvány ledöntőjének, üdv, dicséret és hálainek, te neked magyar fiatalság, ki voltál most a bátrak bátra. De egy nagy végzés van még hátra. Tűnjenek el a bálvány romok, s hogy megbocsátassék a régi vétek, ti, kik a bálványt döntöttétek, építsetek, s építsétek fel a szívetekben és a templomban. Az ellenforradalmárokra a megkérdeztetnek a közönkkel, hogy azonnal tegyék fel
a fegyver, és akkor nem kellene stabilni elé. Itt a Szabad Magyar Rádió beszél. Csokonai Rádió. Felkérjük a Szabad Európa Rádióját, hogy a következő üzenetünket azonnal juttassa el az ENSZ-hez. Először a szovjet katonai hatóságok bejelentették, hogy rövidesen bombázni fogják Budapestet. Másodszor felhívás az ENSZ főtitkárához. Az egész magyar nép nemében szólunk önhöz. Két héten belül másodszor törnek hazánkra a szovjet csapatok. Embert és nemzetünk értékeit nem kímélve, pacintéré változtatták hazánkat. Először néptől idegen kormány hívására avatkoztak belügyeinkbe, melyet a magyar nép a fegyverek kezében határozottan és félreértetetlenül visszautasított. Fegyveres harccal elértük, hogy Nagy Imre lett a miniszterelnök, aki semlegességet és függetlenséget bejelentette. Kormányok a varsói szerződést felmondta. Most újra bombázni készülnek. Vádolják a Szovjetunió külső fegyveres támadással, a kivonulásról tárgyaló ma léter hadügyminiszter és kíséretének elfogásával az egyedüli és törvényes magyar kormány, a Nagy Imre kormány elfogásával és fogvatartásával. Kérjük hazánk nevében, hogy az ENSZ minden lehetséges eszközzel hozzon végleges és megdönthetetlen határozatot az egyszer már kivívott szabadságunk visszaállítására és biztosítására. Menj bel az angyal, menj sietve az üszkös fagyos Budapestre, oda, ahol az orosz tankok között hallgatnak a harangok, ahol nem csillog a karácsony, nincsen aranydió a fákon, ahol nincs már csak fagy, nidelgés, éjség, mondd el nekik úgy, hogy megértsék. Szólj hangosan az éjszakából, angyal, vigyél hírt a csodáról. A bátrakat, a szembeszedőket bíróság elé állították, megölték. Kémennek hazárulóknak nevezték azokat, akik nem tűrték a megaláztatásokat, és nem törődtek bele a politikai jogaik megszüntetésében. Csak akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, úgy mertek, és a százszor tudtak bátrak lenni? Százszor bátrak és fiatalok. Az első emberi bátorság áldassék a tűz csiboluja, aki az ismeretlen ámra úgy nézett, mint csibos a léga. Mint egy Isten, hovamba szokott fogadta a szent munkája végét. Még ma is minden bátor embert segédezteti az ő végét. Ez a világ nem testelmúlt, tegnaphoz húzó, vagy világnak. Legkülebb ember, aki bátor, csak egy külön van, aki bátra. És aki mást akar, mi most van, kényes bőrét jáván nem óvja, mint ős ősére jutott Isten, a fölséges tűz csiboluja. Mondd, meddig él, ki soká érhet? Pár évtized az élete, tesz-vesz, jövlődik, forgolódik, s lejár, mint óra kereke. Hallgass, te szent, tüzes igékre, fejed fölött a csillagok, itt börtönöd meg bársony éjjel, lámpásolod a fent ragyog. Lámpásod ez a szó, szabadság, és ez a szó a te csillagod, verembe lépsz, sírok gödrébe, ha lámpásod a felhagyog. Ez volt a hited, a szent, a nagy eszme, a sokat vádolt ifjúság, ezért nyílott ki meleg véred, mint frissen bomló rózság. Fent lobogsz már a csillagokban, s örök fényeddel üzened, örökké él a hősök népe, örökké él majd nemzeted. Néha szeret,
és néha bán. Ezt a földet választottam, ezt a napot úgy akartam. Bölcsöm is volt, sírom is lesz az élet, csak egy szép ígéret. Ezt a földet választottam, ezt a napot úgy akartam. Minden álmot, minden képet, minden arcot, minden szépet, jaj! Megálkoz, megéred, és fejbe vár. Néha szeret, és néha bán. Lehetne szebb, lehetne jó, de álmodni csak itt tudom. Yeah.
Thank you.
Köszönöm, hogy Hél Diás Sejószeget község önkormányzata nevében dr. Diás Mihály polgármester úr, dr. Vona Tamás alpolgármester úr, dr. Boros István címzetes külügyminiszter. Thank you.